Nagy Gábor munkáiból nyílt kiállítás a Szoboszlai Galériában szombaton délután. A Munkácsy díjas festő egy munkásságát összegző tárlattal érkezett Szolnokra. A kiállítás július 7-éig tekinthető meg. Az én személyes képzőművészi pályámnak az egyik legfontosabb elindítója az éppen Nagy Gábor volt. Jelesül, hogyha másodéves hallgatókoromban nem kapok tőle egy olyan buzdítást, mint amilyet kaptam, akkor lehet, hogy ma nem lennék a pályán. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Nagy Gábort egykori tanítványa, Verebes György, a művésztelep vezetője. A Munkácsy díjas festő azt mondta, számára a festészeti munkálkodás legfontosabb eleme az életteliség, az életteli forma megteremtése. Próbálom a világról alkotott véleményemet, gondjaimat, bajaimat, örömeimet valamilyen formába, valóban formába öntve megfogalmazni. És ez nagyon fontos nekem az élmény. Ugye az élményben van egy olyan energia tartalék, ami tulajdonképpen előbb-utóbb formát talál, hogyha az emberben van megfelelő belső tűz, hogy tényleg akarja ezt, hogy megjelenjen. Nagy Gábor egy válogatást hozott Szolnokra, összegzését eddigi munkásságának. A Szoboszlai Galéria tulajdonosával majd 40 éves kapcsolatot ápolnak, így szívesen elfogadta a meghívást. A Gáborral 2,5-3 évvel ezelőtt találkoztam újra, amikor a galéria nyitására készültem, és olyan művészeket kerestem fel, akikben fantáziát láttam. Mert hogy milyen a világ, annak idején, még a 70-es évek végén, 80-as évek elején mi többször találkoztunk Hódmezővásárhelyen, az ottani vásárhelyi őszi tárlatokon, amelyeknek a Gábor rendszeres vendége, sőt díjazottja is, még a legmagasabb tornyai plakettel is elismerték a munkásságát. A Szoboszlai Galéria 18. kiállítása július 7-éig tekinthető meg. A következő egy hónap múlva nyíló tárlat a Nagybányai Mozaik címet kapta, ekkor ugyanis nagybányai festők mutatkoznak be a galériában.